Ezrek vettek részt egy szolidaritási tüntetésen Londonban, a példátlan iráni rendszerellenes demonstrációk támogatásaképpen. A megmozdulás egybeesett a Teheránban lelőtt ukrán repülőgép tragédiájának harmadik évfordulójával. Mintegy 1000 ember vonult fel a franciaországi Lyon városában, hogy kifejezze szolidaritását az iráni rendszerellenes tüntetések résztvevőivel. Sok Mohamed esett áldozatául ennek a rezsimnek, mondja ez a Franciaországban dolgozó nő. Mohamed mindössze 22 éves volt, és tegnap 11 hetes éhségsztrájk után felakasztották, mondja az egyik kivégzett tüntetőről. Francia zászlók égetésével tiltakoztak iráni diákok vasárnap a teheráni francia nagykövetség előtt az ellen, hogy a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap karikatúrákat jelentetett meg az Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetőjéről. Irán figyelmeztette Franciaországot az úgymond sértő és illetlen karikatúrák miatt.